Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez a TechSucker negyedik adása, és ismét összegyűjtünk barátaimmal és kollégáimmal, Mátéval és Gáborral, hogy megvitassuk az elmúlt hónap legfontosabb IT történéseit, kicsit röhögjünk a ballépésein az óriás cégeknek, lehetőleg próbáljunk meg ne sokat cikizni Elon Muskot, és, és érintsük azért az olyan fontosabb bejelentéseket, mint például az Apple, E, aztán volt itt nekünk ugye egy Computexünk, e, fogunk beszélni arról, hogy e, vajon mennyi esély van arra, hogy idén e, mondjuk emberi áron, nem, nem tudom, hogy ilyen, mit lehet, milyen jelzőt kell használni, emberi áron vehet el. Olcsó. Hogy kapsz-e olcsón végéját idén, ami nem GT710, illetve az, hogy e, eljött az idő arra, hogy a win 10 leváltsad 11 re és ha igen, akkor ha bármelyikünk a három közül azt mondja, hogy igen, akkor bele fogunk kötni, és megkérdezzük, hogy ugyan miért, hát ha meg tud győzni minket. Úgyhogy azt hiszem ezzel is lőttem, hogy én melyik oldalon állok, de <tosz> szerintem kezdjünk is hozzá, és az első, első, témánk az, az mondjuk legyen az Apple, mert oh, ott okay. volt pár érdekes bejelentés, ugye jött nekünk egy iOS 16, aztán jött egy olyan bejelentés, ami, ami sokakat felháborított, mm. hogy, hogy egy-két régebbi mm. telefonjuknak, illetve iOS-es eszközüknek a támogatását azt attól elbúcsúznak. Mm. Ez, 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 elég sok mindenkit felháborított. És, és aztán ugye van egy olyan, amit nem ők jelentettek be, de, de elég sokan nevezik úgy, hogy ez, a, ez, az, ez, ez egy teljesen nyílt a ellenes lépés, az nem más, mint az EU-nak az a szabályozás, hogy 2024 őszétől egységes ah, töltőcsatlakozókra lesz szükség, és ez most úgy néz ki, hogy már, már cél van, tehát még egy-két papírtologatás hiányzik, de, de hogy már szinte biztos, hogy, hogy Type-C-s iPhone-okkal fogunk találkozni 2024 őszén, bár vannak olyan vélemények, hogy addigra már valószínűleg nem is lesz rajta port a az iPhone-okon, tehát hogy fizikailag a portot eltüntetik róla, de nem is feltétlenül egyébként ezzel a bejelentéssel nem is ez az, ami igazán fontos, hanem az, hogy ezt ki fogják 26-ig terjeszteni a notebookokra. De, de haladjunk szépen lépésben, nem tudom, ja, nektek ja. mi volt a legérdekesebb a, az apple bejelentéseknél? Hát ö, ugye a nyitó kínót az mindig azt hiszem ilyen két óra, és abban úgy nagyon sok mindent belesűrítenek a wwdc nél tehát ugye az összes vezető, akár fejlesztő, vagy ugye ilyen vice president a különböző üzletágoknak, vagy termékköröknek beszél, és elmondja, hogy milyen fantasztikus minden, ami most következni fog, vagy amit láthatunk. A szoftveres része az nekem egy kicsit sok volt abból az értelemben, hogy, hogy nagyon apró dolgokról beszéltek, mint valami forradalmi újítás, ez amúgy nem volt annyira meglepetés, de egy kicsit azért csalódás. Ugye iOS 16, iPadOS 16, azt hiszem az is ugye azonos verziószámmal megy. Ami viszont szerintem izgalmasabb, az a, WatchOS, a, Watch a 9-es verziója, mert a, az órák terén még azért tudnak belepakolni olyan funkciókat, ami szerintem egész korrekt, főleg ami az egészség egészségtudatosságot jelenti. És aztán volt egy macOS, ami mindig ugye így, így valahogy a végén úgy ott van, hogy ja, amúgy nekünk van egy macos ami most kapott egy új nevet, azt hiszem Ventura, ha jól emlékszem, ez lesz a kódneve, vagy illetve nem a kódneve, hanem mm. a, a fantázia neve, ami megint igazából sok mindent mutatott, de a funkciók egy része nekem például fut tök jó, oké, okay, de még nem tudom elképzelni, hogy ez hogyan használnám mm. például a mindennapok során de például a kínót után már jöttek a, a szokásos ilyen apróbetűs részek, ahogy mondtad, hogy az iPhone 6s, illetve az iPhone 7 és a 7 Plus ki is esik a 16-os frissítési listából. Gondolom ezeknek így ebben a pillanatban esett a használt piacon az áru. Valószínűleg igen. A, a, a macOS-nél pedig ugye megint jöttek az apró betűsök, hogy mik azok, amik kife azok az új funkciók, amik kifejezetten már csak az M1 illetve az új M2-es uh -huh. lapkákkal működnek. Na igen, mert tehát, hogy egy M2-t is, m2 is, m2 is fogunk m2 kapni. Igen. Hát ami igazából nem olyan nagy duranás. Hát a, egy evolúciós, egy evolúciós ugrás az M1-hez képest, a sima M1-hez, uh -huh. és nagyjából ugye az M1 Pro környékére érkezett meg, ami talán izgalmasabb, hogy pont egy R termékcsaládba került bele, tehát nem, nem feltétlenül a Pro volt a, az ászlushajója az M2 bejelentésének. De most feltételezem, a célcsoportot annyira nem izgatja az, hogy most éppen melyik M vagy, vagy Apple Silicon van a, a gépben, hanem legyen ugye fancy, legyen, nézzen ki jól, stb., legyen szép kijelzője, meg ugye nagyon gyors legyen, stb., de hogy olyan furcsa volt, mert azért még rengetegen vannak, akik az Intel-es, -e, Inteles használják. És bókat. ott is elkezdték már azt, ugye, ha jól hallottam, visszavárni, Igen, hogy mit támogatnak, és már mi az, most, amit most már elkezdenek egy kicsit van. így így Desöpülni. van, a 2015 pedig azok még akár használhatók bele. is. Akár, egyébként simán használható, nem olyan rossz de ők már nem kerülnek bele a Ventúrába. Az összes többi az persze megy, de hát ugye amiket látsz, hogy fú, ilyen AI gyorsítót meg mit olyan FaceTime-mal kapcsolatos ilyen olyan mókolások, azok egy szépen nem van írva, hogy uh -huh. ja, ezt az Intel-es, mint olyan MacBook Pro 2016, vagy a 2019-es, vagy ugye az első 16 üveges MacBook Pro még a Intel-en, nem fogja mm -hmm. tudni, tehát nem támogatja. Ők majd kapnak egy olyan rendszert, amin majd hogy bejön egy új háttérkép, és akkor majd kutasd, hogy hogy akkor mik azok a tényleges Aha. újítások. Úgyhogy ö, masszív szóval volt ilyen szempontból, minden... de sok minden még most derül ki. Igen, tehát például, igen. ami az iPhone-oknál nem volt szó róla, azt hiszem, a kínóton, de utána rögtön már így jöttek a különböző hírszájtokon, Nem feltétlenül mindennapos dolog. De érdekes megoldás, hogy már vezeték nélkül tudsz egyik iPhone-ról a másikra elszímet át mindenféle beállítást, meg magát a ház. a hétköznapi dolog. is. Igen, igen. Én tehát hogy én is szoktam ilyeneket csinálnak. Ami Oké, okay, biztos kényelmes, meg minden, de például egyszer csinálod meg, vagy mondjuk hmm. ha minden iPhone-nál váltasz egyet, akkor valószínűleg akár többször is. De hát olyan vegyes, de hmm. kicsit nehéz ezt így értékelni, mert én Windowsos és Androidos felhasználónak érzem igen. magamat, szerintem itt ti is nagyjából. nagyjából. Így pedig Teljes, ugye sőt, teljesen. nehéz beleélni magunkat igen, igen. abba, amit mondjuk egy tényleg az Apple ökoszisztémában élő és dolgozó ember. Ettől az... függetlenül fontos azt megnézni és uh -huh. látni és követni azt, hogy miket jelent be az Apple, mert az már Abszolút. többször bebizonyosodott, hogy hogyha, ha valami tényleg betalálnáluk, vagy erővel átnyomják, azt az előbb-utóbb átveszi a, átveszi Ez a így több van. is. Lásd például a töltőt most már szinte semmihez, ez, sőt az EU-nak a, a, szabályozásában már az volt, hogy töltő nem is lesz már a készülékekhez, mm. és legyen egységes ugye a töltő, Igen. a, töltőport maga az a fizikai kis csatlakozás, mm. és idővel ugye magák a szabványok is legyenek egységesek, és hát a Sony az meg annyira lelkes, hogy ő például ugye kábelt is kihagyta, nem csak a töltőt, erről már Ja igen, szó, igen, hogy, az egy teljesen hogy más ő doboz az ő új Xperiáknál, azt hiszem. Hát akkor téged átvertek azért egy szokott lenni. Nem, de... úgy értem, persze, csak hogy már tényleg kiveszed a telefont, és akkor ott Bár van. Bár mondjuk az is furcsa, hogy álljunk meg egy hogy vettél Xperia telefont, nem, ez burcsa. Nem. De volt egy másik, másik kiállítás is, ami egy rendezvény, inkább így mondom, ami még Szintén hibrid, mert tavaly nagyjából elmaradt, most idén hibridként megtartották, és ott nagyon-nagyon ott fontos és nagyon érdekes bejelentések történtek. Ez nem más, mint a Computex, ahol ahol szintén hallottunk pár olyan dolgot, ami van értelmetlen, van olyan, ami ilyen. Nem, nem tudjuk, hova tenni, de van egy-két egy fontosabb bejelentés is ott. Én rengeteg monitort láttam, amelyeknek a célcsoportja főleg a játékosok, hát van itt, itt rendesen rálicitálás a, a konkurenciára, például 500 Hz-es monitor, ugye az az usztól, ami jónak nem jó semmire, de, de most már létezik. Tehát... győzél hozzá venni. Hát végéet, igen, meg igazából semmi, semmi kézzelfogható előnye nincsen játék közben annak, hogy 500 hz a képfrissítés. Próbáltad? A... Persze. Nem. Maximum az input lagot lehet, hogy egy egy millisekundommal kisebb lesz tőle, de ezen kívül én nem tudok mást elképzelni. Ráadásul... Mármint a reakcióidőt. Tehát, hogy

Hát az inputnak, igen. Tehát, hogy Aha, mennyire, igen. Mennyire, mennyi a késetetése a ez Aha. hát nem tudom, hogy mondjuk, hogyha egy 360 hz meg egy 500 Hz-es monitor, szerintem ott már nem. egymás már nem mellé így. tennének, akkor a játék közben meg tudnád azt ítélni, hogy melyik az 500-es és melyik a. azonos az az grafikai részletesség. Nem, valószínűleg azért mondom, hogy egy, egy milliszekundum lehet az előny, az már nem igazán lehet észlelni. Uh -huh. Amit viszont mindenképpen észlelni lehetne, az az, hogy ez az új monitor, ez TN paneles, mint a leggyorsabb reakció torok általában mindig. Úgyhogy ennek viszont vannak komoly hátrányi cserébe a gyors válaszidő, gyors reakcióidő miért. Úgyhogy, úgyhogy, ez tényleg csak egy olyan monitor, hogy ez a inkább igen, csinálni, nagy szám, és akkor aztán, aztán majd, majd, lesz belőle valami. Ami, ami, inkább érdekesebb, az, az szerintem az lg az új, új az UltraGear monitorok, ami 2.32-es és egy 48-szoros kijelzőből áll. Itt a 48-as lehet inkább a, a, legérdekesebb, amelyik OLED technológiát használ, 120 hz képfrissítés mellett. Tehát gyakorlatilag, mint ahogy beszéltünk is róla, ez, a, ez valószínűleg egy, egy c tévé lehet át rendelve elektronika nélkül, amivel viszont semmi baj nincsen, mert, mert az a tévés úgy van megcsinálva, hogy játékra teljesen, teljesen kifogástalan. És van rajta a DisplayPort? Vajon? Szerintem. Ha monitornak hívják? Hát ezt, nem, ezt nem néztem meg, de kéne, ezt nem. El voltam foglalva a nemek megjegyzésével. Úgy, hát ugye, <laughs> elvileg <laughs> hát ugye, nem, komolyabb nem. akadályán nincs, mert. Hát nincsen, csak a tévékre, ugye, nem szokás felpakolni. Nem, de mivel nem egy ilyen óriási nem, plusz nem, funkciónak hát, számít, Igen, inkább egy picit kell csak tervezni, hátul a dolgokat. Hát ugye, egy nagyobb sávszélességet tud adni. Hát igen. Úgyhogy aztán. Na, azt meg meg Hát, igen, igen. de 120 hz nem feltétlen fog kelleni szerintem, uh -huh. úgyhogy. Hát na, szóval, szóval jó kis új monitorok. Egész uh, sokat mutattak be, mert beszéltünk itt, hogy az MSI is mutatott be. Az MSI-nek az MSI azért, azért érdekes, mert ő, ő, ő ahhoz képest, hogy egy úgymond PC gyártónak ja, tekinthető, egy egészen váratlant húzott, nem? Igen, QD OLED es monitort mutatott be. Amit nem előre, az csak vártunk. egy prototípus, igen. Hát a Samsungtól vártuk, csak ugye ezt két vagy három adásra ezelőtt már beszéltük, hogy a Samsung és a Samsung Display között van egy kis nézeteltérés az árakat, életen, úgy látszik, hogy az MSI többet fizetett. És... Meg a Sony, mert ugye a sony van QD oldalás tévéje. Hmm. Magyarországon is. Legalább egy, azt én láttam saját szememben. Hát. Azt az egyet. Lehet, hogy azóta több is van, nem voltam ilyen szaküzletben, de ki tudja. Az az egy, az biztosan, és ők ugye ebbe is hirdették, hogy, hogy ők bizony meg fognak jelenni a piacon. Ehhez képest a Samsung még csak a hitegetésnél tart, hogy majd lesz. Igen, de mondjuk az ms nek sem tudjuk pontosan, hogy mikor, de azért egy prototípus hmm. mindig jobb, mint a, mint a semmi. Ha valaki pedig Samsung monitort szeretne venni, akkor 4 k s 1000 nites kijelzőt jelentett be a Samsung a Computex-en, szinte játékra kifejlesztve, elég erős HDR funkciókkal. VA panel, úgyhogy szerintem az sem egy rossz monitor, de talán most itt ebben a feladatban ez a legkevésbé érdekesebb kijelző. Uh -huh. Uh -huh. És kijelzők mellett voltak voltak még egyéb érdekességek is. De igen. Például volt egy volt egy elég izgalmas bejelentés az AMD-nek. Igen, hát tulajdonképpen így a nemzetközi sajtó felé ők nyitották. Igen, a, a hát volt a kínót. Ugye igen. a a, a, CEO hölgy által, és egy nagyon masszív, és egész konkrét kínót volt abból a szempontból, hogy akkor itt tényleg elmondták, hogy, hogy az új Ryzen, Ryzen sorozat, ugye már a, n 4 alapokon, és maga a teljes platform, ami kifejezetten asztali PC-kre van most fókuszálva ebben az évben, az jön, érkezik, készen van, a partnergyártók ugye készen állnak, egy csomó be is jelentették abban a pillanatban Asus Gigabyte, MSI, És meg is mutogatták az alapokat. Meg is mutogatták, mindenki készen áll, tehát hogy nagyon, nagyon rendben tűnik az egész. Az is kiderült, hogy az AMD nem csinál ilyen vegyes felvágottat, hogy ah, kedvezünk egy picit még a DDR4-eseknek, hanem akinek kell az új cucc, az DDR5 only. Tehát csak DDR5 igen. memóriával tudja megépíteni az új architektúrára, az új procikra. A gépet. Ez lesz ugye jövőre az internél is, amikor kijön az hát, újjal. Igen, csak amikor már DDR5 Only, ugye. illetve azt tegyük hozzá, hogy hogy az kedvező hatása az AMD-nek, hogy a DDR5 ára elkezdett csökkenni még hozzá elég érezhetően. Miközben, igen. miközben ezek ugye a már meglévő viszonylag laza időzítésű modulok, ugye miközben azért a gyártók azon dolgoznak, hogy egyre magasabb órajelű és egyre szorosabb időzítés modulokat is piacra dobnak. Tehát uh -huh. fejlődik a DDR5, kicsit lassan indul be, de, de úgy néz ki, hogy ahogy a platformok jönnek, úgy szépen, szépen terjed a DDR5 is. Tehát remélhetőleg, mire, mire realitás lesz az, hogy, hogy uh -huh. egy átlagember azt mondja, hogy oké, akkor leváltom a platformomat mondjuk egy 7000-es Ryzenre, ami ugye DDR5 only, vagy esetleg az, az Intel oldalon megy mert a 12. generáció egyáltalán nem sikerült rosszul, és, és nagyon jó áron adják például a 12400, az egy, az egy nagyon jó sikerült processzor, azért az ár amit amennyire most itthon is lehet kapni, e, és, e, és, el fogjuk érni azt a szintet szerintem elég hamar, hogy, hogy, a DDR4, DDR5 közötti árkülönbség nem lesz olyan, nem lesz olyan egetrengető. Tehát, tehát nem lesz egy deal breaker az, hogy, hogy tuplanyba kerül a DDR5. Nem, de egyébként ugye kell ehhez az AMD. Tehát a most Mindenképp ilyen őszi, nem. hát szerintem a piaci megjelenés az, az ilyen szeptember, vagy mondjuk augusztus, ilyen back to school, Tehát nyáron azért nem fog senki Ryzen 7000-et vásárolni, és akkor lesz az, hogy a ddr 5 szerintem még egy szintet így lejjebbesnek árban, meg még több lesz az elérhető verzió vagy változat, nagyobb lesz a kínálat. Érdekes lesz. És ugye majd ez megjelenik mondjuk össze, most és lesz lehet is majd kapni. Egyébként erre azt mondja az AMD, hogy ezzel nem lesz gond. Tehát, hogy ők már Aha. nem nem szenvednek semmi ilyesmitől, hogy esetleg késne, vagy nagyon limitált mennyiségben lenne. Nagyon lenni, voltak, el, olyanokat mondtak, hogy 2024 körül már három nanónak akarnak gyártani. I igen, ez egyébként pont egy tegnap éjszakai Info, mert hogy nekik volt most egy saját ilyen Analyst Day Igen. Uh, online konferenciájuk. Én is onnan Ahol olyanokat uh, vázoltak föl, hogy így, tehát abból úgy süt a, süt a hogy oké, okay, megyünk majd 4 nanométerre, három nanométerre 2024, és az elkövetkező két évben tűpontosan megvan, hogy mi ezt hogy fogjuk lerakni Igen. az asztalra. Nem csak a PC-n, hanem notebookokban is, meg a szerverpiacon, ilyen, ó, oh, oké, okay. Mert a De másik a oldalon. Treadrippen tre is egy komoly-komoly duplázásra készülnek. Hát igen, mert most ugye ahogy mennek le, akkor ez így lehetőséget ad, mármint hogy a lapka méret hmm. ugye kisebb lesz. Míg a másik oldalon egyelőre csak a kódnevek röpködnek, tehát ugye ilyen raptorlék, meg majd meteorlék, meg ugye elgé a foglalat, hogy akkor még ott is valami lesz, de konkrétan nem igazán tudunk, hogy most akkor Azt mi már lesz? tudjuk, hogy, hogy az Intel ahhoz tartja magát, hogy két, két processzor generációnként leváltja a platformot. Tehát a hát, jövőre, jövőre, már a következő nem az LGA 1700 lesz, hanem a 2000, Hát, va hogy több pin lesz, vagy ugyanakkor, vagy még akár egy kicsit kisebb Igen. helyen, úgyhogy már most mostagodnak a tokgyártók, ja, ja, ja. hogy, hogy nagyon nagy lesz uh -huh. a, a sűrűsége a toknak, nagyon könnyen fog sérülni, uh -huh. és DDR-t olni ott már szintén. Uh -huh. Úgyhogy úgy, ezt már biztosan lehet tudni az ételtől, mm. de azt, hogy hogy hány nanóra mennek le, ugye ott is nagyon sok, nagyon sok tárgyalás megy, hogy kivel akarnak, TSMC-vel, Samsunggal, gal mindenkivel akarnak gyártatni ők hát, is. Hát, amíg nincs saját, rendesen igen, igen. addig muszáj. De vissza az AMD-re, ami nekem még, még úgy feltűnt, és nagyon érdekes volt, hogy mm. hogy belállnak az óra Ja, tehát, igen. Hogy, tehát, hogy ugye mutattak is egy demót már a komputereken, 5 ,5 ami 5,5 GHz-en ment, és azóta, azóta ilyen mellékágakról kiderült, hogy ez bizony nem tuningos volt, ez az 5,5, és ha jól tudom, akkor öt 5,5 volt. Tehát minden mag ezt terheléssel igen. együtt hozta az 5,5 GHz-et, és, és ahogy ezt az agresszív roadmap-et bemutatták, nagyon az jött le, hogy ők, ők ebbe belállnak. tehát itt, itt akár egy-két éven belül a 6 vagy 6 GHz fölötti termékeket is láthatjuk már. De azért az kérdés lesz, hogy az energia, a energiahatékonyságot azt hogy tudják meg? Igen. ilyen órajel mellett, mert lehet hogy hát ez már kiderül, de mind a háromszor annyit fogy uh, az mint az akkor azért... Én, erre, én erre azt mondom, hogy itt valószínűleg ezt az, azért látjuk így, de mindegy, lehet, hogy nem igaz, de szerintem ez összefügg a chiplet dizájnnal. Tehát a chipnek csak egy nagyon kis része fog ekkora óra jelen menni, valószínűleg csak a végrehajtó egységek, és azon belül sem feltétlenül minden modul. Uh -huh. A minden más kiegészítő buszvezérlő, memóriavezérlő, egyéb ilyenek, azok, azok egy alacsonyabb óra jelen lehet, hogy nem is három nanón, tehát a három nanót is valószínűleg arra mondták, hogy az lesz a, annak az hát adott chipnek a, chip a életek, legfejlettebb igen. része. Igen, igen lesznek olyanok, amik akár még, még, majd a, a régebbi, mint a 8-10, akár fognak készülni. És ezzel kapcsolatban nagyon érdekes, hogy a Vega után, ami egy borzalmas, sötét szégyen volt a, az AMD múltjának, bár lehet, hogy ezzel nem mindenki ért egyet, de elég ez jött le az eladásokból is, meg, a, meg abból, hmm. hogy milyen kártyák sikerültek ott. Persze hogy a Vega 56 azért úgy mérsékelt sikert aratott, feltéve, hogy volt hozzá tápegységed, meg nem bántotta a füledet a zúgás. De... Hát meg, még azután volt egy, ha jól emlékszem, Radeon 7 római számmal ki. de az nagyon, nagyon... Az nagyon korlátozott, limitált az... Szúc volt, de a arra megyom. állt össze egyébként úgy nagyjából igen. ez a sztori. De akkor már késő volt, tehát akkor igen. már rég csinálták az rdn Na álkozást. szóval az a, igen, az a lényeg, hogy az, R, az RDNA 4-jel, azt hiszem, igen hogy visszaállnak csipletre. Ja, nem. A gép már a három is. Már. már háromnál is, igen, akkor már a háromnál is visszaállnak csipletre. Ami szintén egy idén. nagyon érdekes. Egy nagyon érdekes dolog, hogy a GPU-knál is visszahozzák a chiplet hát, design ez majd kiderül. Mert e... ott nem a gyártás lesz majd a sztori ebben, hogy most hogy tudja legyártani, mert az oké okay lesz, hanem valószínűleg ott majd a, a mindig nehézséget okozó driveres jó, de azt mondják, hogy, azt mondják, a... hogy, hogy unitonként 50%-os gyorsulást lesz. Ja, das ist meine Suchmange. mindig mindenki mondja GeForce. 50 <laughs> alatt nem mersz mondani kisebb számot, mert az nem hangzik jól. Hát végül is ja, igen, amit a, is mondtak a Ryzenekre is ilyen, először azt mondják, hogy 15 és akkor ezen az analizdéjén ezen már valami 35 ot is bemertek, bemertek mondani. Hát igen, de már így, hogy, így keverték, hogy, hogy az IPC-ben, de az is, óra a igen, meg a watt meg a azonos fogyasztáson mérve, igen, le, igen, igen. és akkor a, szóval ott már azért azért már ment a ködösítés, de de azért a nagy számoknak a, a, mm -hmm. az elkottyintása az, az is nagy divat. És akkor ez a platform, az tök jól fog jönni, valószínűleg ugyanúgy ősztől a pcacc 50 es SSD. Amik biztos, hogy nagyon drágák lesznek, még idén. De hát ugye most a computex nem jut eszembe, hogy ki volt, aki a demót elkövette, a melyik gyártó, mm -hmm. talán pont a vezérlőt gyártó cég volt, és ugye ilyen, mutattak ilyen 12 kötőjel 10 gigabájt per a szekkes. Fizon, a Pfizer E28-as. Ja, igen, lehet, hogy lesz. ők voltak. És PCI igen. Express 5.0-án kapcsolódik, uh -huh. és 12 gigabájt per szekes szekvenciális tempóra képes. Hát azért az már. Ami egy tök király, meg bút a Windows egy másodperc alatt, de izomból, nem azért már, hogy mindenféle igen. szoftveres trükk van, meg, igen. meg hogy telepítetted a szoftveres Windows gyorsító Ja, egy, Istenem. egy kattintásos alkalmazásokat. Erről már biztos beszélni fogunk majd a Windowsos témánknál. Igen, igen, igen. Egy kattintással elintézzük, és uh... <laughs> Ez mind nagyon szép és jó, de valójában itt Gyakorlatban a... Gyakorlatban megkérdés, hogy mennyire lesz ez használható. Főleg otthoni körülmények között. Hát azt mondom, hogy jó, igen, ja, igen, ja. hogy ez most tök jó, ha hardware belőle lépünk, és én nem a, a PCX Express 5.0-as SSD-k ellen akarok beszélni, hanem azt, hogy itt lenne az ideje a szoftvernek is felzárkóznia, és itt jön az egyik nagy szívfájdalmam nekem, hogy nem azért, mert így vagyok az Xbox tulajokra, hanem azért, mert nekem a Microsoft személyesen, mint felhasználó megígérte, hogy a Direct Storage az idén tavasszal megjelenik, és én már örülni fogok annak, hogy nincs több töltési képernyő a játékok alatt. Hát... Ehhez képest itt vagyunk június ez már nyár, ez nem tavasz, és mm. a Direct Storage az még mindig csak ilyen hókusz-hókusz, hókusz, ami majd jön, igen, igen. Ez a, mert az oké, okay, hogy most már demozzák azt, hogy nem csak lekerekített a sark a fákkezelőnek, hanem, na, és bele is csúsztunk a Windows 11 be e, Fordulhatunk rá. Hogy, hogy lesznek, lesz például a, a, az olyan fákkezelőben, tehát az új fákkezelőben lesznek fülek, tehát hogy egy, egy ablakban, füleket igen. tudsz aktiválni, meg például a kezdőképernyőn, tehát a háttérképedre, középre ki tudod rakni a keresőmezőt. És What? igen, az már szinte teljesen úgy néz ki, mint egy, egy Chrome OS. Tehát, a, tehát úgy képzeld hogy a ott, a kis, ott van a kis tárcád, van hát egy, egy a desktopok Van a kedvenc nem tudom, És a képernyő közepére oda rakhatod a keresősávot. Egy keresősáv, amiben belegépelsz rögtön, vagy URL-t és az kapásból már kidobja neked a hmm. világ meg a okay. keresőjét, amivel aggódj, mindenki ki lehet, a Binges amivel, alapból. Amivel mindenki egy böngészőt keres, <laughs> vagy Chrome-ot, vagy Firefox-ot, vagy Opera-t, vagy akármit. De a lényeg az, hogy Binges, nyilván Windowsról beszélünk, tehát meg lesz az a trükk a nagyjából bejelentés utáni két percben, hogy hogy állítsd el ezt ja. arra, hogy mondjuk Google kereső legyen, vagy akármi más. Ah. De, de az a lényeg, hogy eltüntethető, tehát ez csak egy opció. De hogy meg lesz az, hogy ja, ja, ja. Vagy tudsz keresni akár már a, mm. rögtön a kezdőképen, mm -hmm. Ami nice to have funkció. De egyébként akkor már beszéljünk arról, hogy én, mint Windows 10 felhasználó, szerintet, ha most hazamentem, akkor katni csak-e arra, hogy tegyük fel, hogy hardware leg nincsen probléma, van TPM, stb. stb és akkor kattintsuk el arra, hogy Windows 11 legyen már ma este a gépemen, vagy inkább nem mondod ezt, mert én tartasz mondom, tőle, hogy este felhívlak és... Nem, én, és... én azt, mondom, azt mondom, igen, hogy frissítsél, és akkor holnap beszélünk, hogy én frissítsek -e? Értem. Mindig kell nem az, egy elkemmel, az hogy Én, én hónapokig használtam már az Insidernél is a Windows 11-et, és a, a például lejjel? ezen a notebookon is Windows 11 van, okay. és, és én azért találtam pár olyan funkciót, ami, ami nekem tetszett. Nyilván azzal kezdtem, hogy én át, átrendeztem rögtön bal oldalra a startmenüt, mert lehet, hogy nagyon szép az, meg nagyon trendi 2022, hogy, 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 középen. Igen, de az is, hogy, a, hogy az egeret ugye elviszem bal alsó végállásba, és onnan húzom, dobom fel mm. a start, ez például nekem egy, egy kellemes dolog, illetve addig is, hogyha már a start benyomtam, még mm. a kijelző nagy része látszik, tehát, mm. tehát nekem nem foglal akkor a helyet a start Ezek, ezek apróságok, de, de, a mindennapi használatban ez, ez mm. számomra fontos és egyébként azért találtam olyat a, a, Windows 11 ben ami szerintem tök hasznos, amellett, hogy ugye vizuálisan egy, egy modernebb, csiri-vidi valami, bár, bár, hogyha tényleg munkára használja az ember, akkor ezt kevésbé, kevésbé vagy nagyon gyorsan megszokja úgyis, de azért mm. szép kis ikonok jönnek föl, meg... Milyen meg olyan fontos funkció funkciót találtál, ami Windows 11 ben megvan, Windows 10-ben nincs, és de az is... Auto HDR. És nem is lehet. Aha, jó, az mondjuk. Na, tessék. Hát, gyors, letáncol Igen. A... És ezek. Jó, ez. Igen, ez nem. Meg rendszerké... Hogy megkérdezzük, mi a másik, mert beszél is addig, ki a következő. Nem, ez nekem annyira nincs, nem játszom. De tényleg ez egy méltányolható előny, viszont szerintem nagyon kevés olyan ember van, akinek a HDR képes a monitor, és ki is tudja ezt a funkciót használni. Mm -hmm. Hát emellett mondjuk az is, hogy a, hogyha több GPU van, ugye elég sok notebookban most már több GPU van, ott is be tud állítani, a Windowsban nem kell a külön driverbe keresgélni át, utólag átállítani, be tud állítani, hogy melyik alkalmazás, melyik GPU-t használja. Uh -huh. Az is például hasznos dolog szerintem. Nekem, ami, ami a Windows 10 nagyon tetszik, az például az, hogy megjegyzi az ablakok pozícióját. Tehát ha már egy monitor Az ablakközülés az kérlek, Igazából, igazából, igazából nekem ez az egyik legfontosabb funkció, mondjuk így, ami, ami miatt esetleg én frissítenék, de én is Windows 10-et használok otthon egyelőre. Mm. Legnagyobb részt azért, mert a gépem az olyan processzorral van szerelve, ami, amire hivatalosan nem tudom föltenni, és bár gondolkoztam rajta többször, mert nem hivatalosan föl tudnám tenni a Windows 11-et, de nem szeretném azt megkockáztatni, hogy esetleg egy jövő évben érkező frissítés. Az igen, mert, mert azt nem garantálják, hogy a mind megkapod. Mm -hmm. Én azt igen. gondolom, hogy nem lesz ez a probléma, mert a Microsoftnak nem érdeke, hogy hogy felhasználókat, meg magára haragítson, de jobb a békesség, mm -hmm. és mivel munkára kell használni ugye a gépet, ezért, igen, igen, ez ezért nem, kint kint lenne, egy döntő nem hiányzik egy két-három napos új telepítés hirtelen, mm -hmm. hogyha Egyébként nekem Igen, a Windows, Windows 10-ben például én aktiváltam ezt az éjszakai fényt, hogy, hogy este x órakor kapcsolja át ilyen, milyen sárgásabbra, milyen szemkimérősebb, stb az például nem működik jól a Windows 10-ben. Nekem, hogy ez mennyire driver hiba vagy nem, azt nem tudom, de amikor a Windows 11-et használtam, mm. akkor nagyon megbízhatóan működött. És, és, és én, no, én a notebookomon használtam, használom ezt a funkciót, és nekem ott teljesen jól működött. Tehát akkor lehet, hogy ez állandóan. Tehát a, ugyanezen a gépen Windows 11-el nem volt ilyen problémám. Illetve az is tetszett, hogy a gépházba azért megpróbálnak egyre több dolgot belezsúfolni, és például ott fönt az összes olyan fontos, dolog, mint én, a Microsoft fiók belépő, a ja, Windows Update, a, a biztonság, a mit tudom én, ez az az, az, az rögtön ott van, és akkor nem kell azt már külön keresgélni, hogyha csak azt nézem meg, hogy kell valami frissítés, vagy ez kell, az kell, az kell, az kell akkor, akkor az ott rögtön minden megtalálható, mm. és tényleg egy kattintással ott vagyok. A, ami viszont nagyon nem tetszik, hogy például a dark módot, azt még mindig nem tudták az összes, összes ablakra kivezetni. Tehát ha például egy egy Windows Air gombbal egy futtatás ablakot megnyitsz, a hiába állítottad át sötét témára, az akkor is a klasszik régi normál ablakba fog kijönni. Ez például, ez például egy ilyen. Hát azért még vannak ilyen részei. Igen, akkor az, hogyha ha le akarok szedni róla valami programot, akkor előbb-utóbb fel fogja dobni a régi klasszik vezérlőpultnak a, a, a programok és szolgáltatások menüjét, vagy mi ablakát. Ez Én is. Még négy-öt generációs eltűnik az összes ilyen. Ja, ja, ja. Hogy... Tehát nem lesz ott. És Tehát... sok mindent megpróbáltak, illetve nekem az szokni kell, nem biztos, hogy annyira rossz, de az szokni kell, hogy egy, egy ikonba húzták össze az akkumulátort, a Wi-Fi- -t meg a hangot. Amikor már felhozod a kis ablakot, és ott egybe ott van az összes beállítás, az nem rossz. Hát de, csak de ezekkel nekem az a én a probléma. Windows 10-nél megszoktam, hogy például a, van valahogy mondjuk hangfalat használok, vagy pedig felhallgatót, és azt, hogy hogy váltok közte, egyszerűbb, hogy csak a hangot hozom fel a Windows 10-be, és átváltom az uh -huh. egyik USB-s, és akkor átváltom, hogy uh -huh. usb sem vagy az alapi a menjen. Az és az ezek kevencem. mind olyan dolgok, amik nagyon nagyban függenek attól, hogy valaki hogyan használ a számítógépet. Tehát például a programindításra is van, aki azt mondja, hogy hú, mennyivel jobb volt mondjuk a Windows 7-ben, vagy mennyivel másabb a Windows 10-ben. Énnek abszolút nem éreztem különbséget, mert én majdnem mindig úgy nyitottam, hogy Windows gomb, beírom az első három karaktert, is kiválasztom. Az meg az összes Windows-ban úgy mm. működik. Tehát ilyen apróságok vannak. Tehát én hogyha... a számológép az esz megki meg csak hogy a nyolcadikot nyitom ki... meg. Egyszerűbb, mint megkeresni alul az ikonoknál. Megint csak nyomok egy, egy Windows gombot, ez már is ott a számológép. Én a múltkor annyit megnézettem, hogy kifagyott. Bármint csak a számológép, de, de ez rendesen kifagyott. Nem a karciósok Jó sok szabad van. E, jó, és akkor térjünk át szerintem a következő témánkra, az nem más, mint, mint a végé a videókártyák, amiket -e imádunk, hogy lesz-e olcsó, ugyanis ö, mostában ö, az egyik cikkemhez állítottam össze egy-két konfigurációt, és azt néztem, hogy lehet-e már olyan videókártyát venni Magyarországon, Igen. ami nem teljesen pofátlanul túlárazott, lehet. és mondjuk, mondjuk a 1080p-be nem kérdés, hogy minden elfut, de mondjuk egy felskálázással az azért egy 1440p-t is azért kiúzó belőle. Mm és úgy találtam, hogy a 150 körül van az RX 6006, és a fölött nem sokkal kezdődik, tehát már 200 alatt az RTX 3060. Uh -huh. Ezek még mindig nagyon messze vannak attól, amit, amit eredetileg mondtak árak, de, de, azért egy nagyon, nagyon, lassan, de közelítünk szerintem. Hát egyrészt, másrészt ugye azon a, azon a sávon nem lehetett számítani azért nagymértékű javulásra az árakat tekintve. De pont a múlt, vagy a hét elején jött velem szembe egy hirdetés, valami PC webshop, alkatrész webshop itthon. Nagyon megbízható. RX 6900 XT 430 ezer forintért. Uh -huh. És, és zafír és, és létezik És létezik. Aha. És ott azért még emlékszem, hogy az 850 meg 890 volt az évelején. És arra azt mondom, hogy ó, oké, okay, tehát hogy erre már azt mondom, hogy, hogy na, ezzel már érdemes foglalkozni, mert azért ott van egy ilyen, nem tudom, 45-48 százalékos esés. De hát ez természetes, mert ugye ott az Ámdi is elmondta, hogy egyre több van már, tehát hogy ő is ugye tudja a készleteket tölteni, meg hát ott ugye az elején tényleg elszálltak az árak, tehát hogy uh -huh. ilyen 2000 dollár fölé, ott volt honnan esni, de ugye egy 3060-nál, meg egy RX 6600-nál. Hát de az inkább a népkártya. Az a népkártya. Kevésbé, kevésbé, fognak 6960 venni még az is. Persze. Még 400 ér is. Csak nem hogy, nem hogy annál meg azt mondom, hogy a 2000 200 forint, vagy 230 márkától függően, hogy gyárnak uh -huh. mm. vagy valami, arra azt mondom, hogy az az úgy necces. Uh -huh. de egy 430 ezres RX 6900 x azt mondanám, hogy ú, oké, okay. tehát hogy ha lenne rá konkrétan keret, akkor arra azt mondom, hogy jó, hát, mert ez egy olyan kártya, amivel aztán tényleg a csúcs 4K fölött bármikor. Uh -huh. Úgyhogy mihez hát, képes lesz olcsó Igen, a az a baj, ez minden kontextusban helyezve nézzük a Igen, dolgot, igen, mert... ugye közben elég sok olyan, olyan tényező is bejött, ami a 400-as euró például. Hát persze. Egyébként ez nagyon érdekes, mert ezzel párhuzamosan néztem a, a német webshopokat is, hogy ott mennyire adják a videókártyákat, és, hmm. a, és abszolút az utcai MSL vételi, a félben, tehát az eladási árfolyamon néztem az eurót. Tehát hogy sima okay. Amazon, stb. Okay. Olyat próbáltam nézni, ami Hát vagy az, hogy azt mondod, hogy felülök, kimegyek, megveszem, hazajövök, okay. látok egy kis világot, vagy pedig ami hazaszállítja, mint talán 10-20 euróból. Yeah, yeah. Tehát például egy Amazon vagy egyéb mm -hmm. ilyesmi. És úgy találtam, hogy még emellett a magas euró árfolyam mellett is nagyon sokszor kint olcsóbb volt, jelentősen olcsó volt mondjuk a németeknél egy videókártyát megvenni, mm -hmm. még a mostani elmúlt pár hétben is, mint hogyha itthon megveszed egy, egy kis kereskedőtől. Hát Nyilván hát itt szépen. ugye, itt ugye az elég komoly problémát jelentett az, hogy, olyan a garanciát, ha érvényesíteni kell, akkor megint világot látsz, vagy a visszaküldésnél, tehát nem feltétlenül az, hogy minden Baszeles. cég, Igen, hogy, hogy bevállalja azt, hogy a helyi, helyi képviselet ellátja a garanciát, mert valószínűleg nem azt senki fogja. nem vállalja be. Igen. Tehát, ez inkább nem, akkor megint utazol, de vagy reménykezd benne, hogy nem romlik el a videókártyát. Igen. De az érdekes volt látni, hogy 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 sokszor jelentősen olcsóban, úgy értem a jelentősen olcsóban, hogy akár a, a borsos szállítási költség, olykor-olykor egy nagyobb kártyánál pedig még a, még a, az utazási költség. Igen. is. nyilván itt talán, ha frix busszal mész, vagy milyen, mik vannak még ezek az olcsó buszok, igen, vagy, ja, ja. de még például egy vonattal is akár még az oda visszaút is belefér, úgyhogy még mindig jobb árba jössz ki, mint hogyha itt, itt vennéd. Hát igen. Szóval mihez képest? Meglátjuk. Most nyáron szerintem egyébként ez marad, mert amúgy uborka szezon van, meg kicsit úgy leül a piac, és akkor igen. oké, mindenki pihen, meg És aztán szeptemberben is marad, mert akkor meg elég sokan vennének amúgy is. Hát igen, de, de kíváncsi vagyok, mert e egyébként évvégén ugye az elő, előbb említett új Radeon architektúra és az arra épülő nevezük nevezzük 7000-es Radeonoknak, Hmm. Valószínűleg ez lesz, azok ugye megérkeznek. Úgyhogy ott megint jön majd egy, egy érdekesség, nem is az újdonságokkal kapcsolatban, mert az biztos, hogy drága lesz, hanem hogy az előző generáció, főleg az erősebb erző, a 6007, 608, 609, hmm. azok hova tudnak még lejjebb menni. Hát, szerintem előbb-utóbb csak fogják abba adják a gyártását, és majd az. Mondjuk a az AMD KB ezt szokta csinálni, de amíg tart a készlet, mert azért nem túl egészséges ah. az elmúlt két év szerintem gyártói oldalon, tök mindegy, hát mit nem. akarsz eladni, ezért mindenki inkább adjuk el, meg pörögjön a biznisz, még akár az is lehet, hogy ki lehet fogni valami tuti vételt ilyen október-november környékén. Hát, hogyha a wishful et nézem, akkor nekem az az, hogy az RTX 40-nel meg jön majd egy olyan, egy, mint egy 40-60-as kártya, vagy ilyesmi, ami oh. meg itt ez a népkártya kategória lesz, Aha. és hozza azt, amit mondjuk egy RTX 3080 hozott, Há, és, és megkapod 200 élet. Az kérdés és És akkor azt, lesz, azt, lehet mondani, hogy oké, okay, sokat adsz ki videókártyára, de egy akkora lépés lesz, mm. mert ugye most nagyon sokan emiatt az elmúlt, most nem is tudom, már nem számom, két-három év ez, ami, ami ebbe a posványban vagyunk, hogy vállalhat a, a van. A, igen. Hát az több, mint a Covid. Ez most már Tehát nagyon már 19-ben is a, ez ugye a kripto, kripto miatt már igen. hosszabb ideje Tehát, van ez. Hogy nagyon sok mindenki 979 80 mint 10-70 ilyen kártyákon oh, ketyek, vagy 10-60, yeah, yeah. ezek, ezek pötjögnek, de mondhatnám a 16 et is, ami szintén oh, egy igen. 16, A TI az már úgy oké, és a 16-60 Super, meg a 1660 60 TI az, az egy oké kártya, mm. és azt még lehetett kapni nagyon jó áron. Tehát azok még voltak ilyen 60 ezer környékén. És, a, és nagyon sokan itt ketyegnek ennél. Mm. És innen innen mondjuk, ha ugranak egy ilyen 40-60-at wish semmilyen információ nincs róla. De, te mondjuk ugranak egy 40-60-ra, ami hozza egy RTX 3080 szintjét, akkor, akkor az tényleg egy olyan minőségbeli ugrás, amire aztán megint tudnak építeni a, a játékfejlesztők, és tényleg egy olyan valami, amihez, hogyha mm. megkapjuk a direct storage is, amit én annyira Jézuszám, nagyon várok, ez a, ez akkor komolyan. kiveszem a szabadságot, és elkezdek játszani. Úristen, rá, rá hát, most Figyelj, nagyon úgy, úgy harangozták be, hogy ez egy tényleg, tényleg egy szuper titkos És azt te elhitted, hogy ez itt kész lesz, lesz, és feltelepíted, a egy Microsoft update lejön. Hát mit gondolsz? Hát, és Windows aztán... begyorsulnak a, a, régi játékok is. És figyelj, mindenki. azt mondják, hogy ehhez viszont a Windows 11-re szükség van, akkor azt fogom hogy jó, hát akkor nyeljük le ezt a pirulát Fú, is. Fogyasztói társadalom szerintem kész. Hát de figyelj, ez vagyunk szocializálunk. E, vagy? Oké. Okay. Direktor is kész lesz az intervideokártyával együtt, ne gondja. Jaj, ne. Azzal együtt fogod megkapni, Jaj, ilyen bundleben. Mert hogy ugye uh, itt a videokártyáknál még uh, nagyon szépen elbeszélgetünk a Radeon és a GeForce vonalon, hát, de fél. nem szabad elfeledkezni arról, aki megígérte nekünk másfél-két éve, megint, megint vissza kell tekinteni, mm -hmm. jó rég megígérte nekünk, hogy hogy Fityiszt mutat ennek a két begyöpösödött végé a gyártónak, és megcsinálja a TUTIT, és mindenkinek lesz 4K-képes gyors videókártyája elérhető áron okay. 2021-ben. Tavaly lehetett volna. Igen, igen, és most van 2022 közepe. És, most és a legközelebb az Interről megint. van szó, és az árkról, és a legközelebb odáig jutottunk, hogy én egy PC gyártótól már hallottam, hogy van Magyarországon dedikált, Arc GPU-val szerelt notebook, e, tesztelhető, de okay. mégsem, mert nincs hozzá driver. És emlékszem, hogy én. Hát itt van a gond. Igen. Konkrétan. Tehát az, a, az a gond, hogy én emlékszem, még nekem volt Intel 740-es videókártyám, úgyhogy vissza lehet számolni, az még bőven a dinoszauruszok idejében volt. Mm -hmm. A jövőt kedveltem, nem volt rossz, de már akkor se tudtak végig a driver-t írni az intelesek. Tehát azért tegyük hozzá, hogy Raidon vagy GeForce, de hatalmas nagy szerepe van annak, hogy azt a drivert, azt tényleg havonta frissítik, egy csomó olyan extrát tesznek oda bele, hogy az, mm. a, az, a, az a hardware, amit megveszel, az tényleg használható legyen, legyenek benne olyan extra szolgáltatások, amiket ki is használnak a mm. játékok ezt az intel én egyőre, az, az, egy dolog, amikor integrált GPU-hoz kell írni egy drivert, és akkor megjeleníti a word meg a Windows hát, 11 gyorsítson a kezelését, meg, Jaj, jaj, ja, meg jól lejátsz neked a, a szoftverboltból letöltött filmeket, 4K-ban, 8K-ban, K-ban, hdr rel de, de egyébként, egyébként, amikor mm -hmm. játékokról van szó, a játékok nagyon válogatósak, és, és ott, a, azt a drivert úgy meg kell írni, hogy semmi fagyás, semmi probléma ne legyen. Hát És ez most ezért csúsznak. Úgy néz, ki, hogy, úgy néz ki, hogy most az egyik, egyik pumpa a külök között az Intelnek szó szerint. Ja. Úgyhogy, úgyhogy, na mindegy, hát egy nagyon érdekes dolog. Ez az egész, nem tudom, hogy hova fog kifutni ősszel a videókártya biznisz. Én azt, én azt várom, hogy talán a generációváltással várnak a gyártók, tehát egy bizonyos színnél lejjebb nem fogják egyszerűen engedni a videókártyák árait, a jelenleg piacon mm. Jövőkét és majd a generációváltással lesz az, hogy nem is olcsóbb, de jelentősen gyorsabb lesz a videókártya ahhoz, hogy, hogy hitelesítse az, hogy neked miért kell ennyi pénzt kiadnod rá. És remélhetőleg olyan játékok is lesznek, amiknél lesz értelme az 50 kötője 70 os gyorsulásért kifizetni a pénzt. Igen. Az meg, hogyha valaki arra vár, hogy hogy esetleg a bányászok ráunnak, és elkezdik a piacot feltölteni ilyen bányászásra használt kivényelt, mm. kizsigerelt videókártyákkal, és a 30-80-akat mm. fogod megkapni százért, meg az alatt. Én, én erre azért nem várnék. Ja ez, nem. ez nem reális. Nem reális. Három ez évvel ezelőtt még egy Valit gondolat volt, aztán láttuk, Igen, hogy teljesen fölösleges ezen. Nem, tehát előbb ki fog duranni ez a kártya, mint hogy, ja, mint ja, hogy visszakerüljön ja. a használt piacra. Igen. Na, beszélj no, a G-Space-es cuccodról! Beszéljünk egy kicsit egy olyan érdekes dologról. Ez egy szoftveres szoftveres dolog, és ehhez egy hoztam egy demonstráló hardvert is, ami nem más, mint egy mobiltelefon. Egy olyan mobiltelefon, Jó, de Mi ez? Egy olyan mobiltelefon, ami nincsen Google szolgáltatás, és nem azért, mert nem azért, mert iPhone, mert azon is van, hanem ez a Huawei-nek a, mm. a Nova telefonja, ezt tavaly mutatták be. Egyébként kamera oldalról, meg, meg kijelzőben, meg, meg minden egyébben egy uh -huh. nagyon, nagyon kis pofás készülék. Jelentősen esett az ára tavalyi bejelentéshez képest, tehát árérték arányban is abszolút uh -huh. vonzó, ami, ami miatt nagyon sok mindenkinek Mégis, mégis passzolta nagyon sok mindenki ezt, és azt mondta, hogy köszönöm. Uh -huh. Az nem más, mint az, hogy nincs olyan rajta a Google szolgáltatás. Jó, igen. Erre pedig létezik több megoldás, és ugye egyszer van ez az App Gallery, az a, az a saját szoftverboltja a huawei ami integrálva van egy PetalSörcse-t, hogyha uh -huh. ezt a, itt keresel rá egy alkalmazásra, akkor azt APK-val kontrollált keretek között ő letölti, gondoskodik uh -huh. a frissítésről, egyebekről vírus ellenőrzésről, tehát azért egy, egy ellenőrzött rendszerben maradsz, de itt is, hogyha olyan alkalmazásról van szó, ami kifejezetten a Google-nek a szolgáltatásait használja, az nem fog működni. Erre egy harmadik fél által készített program alkalmas, ezt az AppGallery-ből le lehet tölteni, uh -huh. egy natív alkalmazás, ez nem más, mint a G-Space ez a neve nem véletlen a G a nevében, az a Google. Wow. És G-Space-nek az a lényege, hogy ezt elindítod, és a legnépszerűbb olyan alkalmazások, amik amik. És nem csak Google ezt, van benne egyébként. Nem csak Google. Tehát a, a Facebooknak a cucca is benne keresed, abszolút vannak. Kereshetsz is rá, tehát van egy csomó, csomó alkalmazás Aha. elérhető benne, és és hogyha megtaláld azt, amit kerestél, mondjuk egy, egy Google Maps-et, egy mm -hmm. térképet, egy naptár, a, a táblázatot, a Gmail-t, de, de bármi mást is mondhatunk, olyat, ami esetleg az App mm -hmm. még nem található meg, vagy pedig mm -hmm. esélyes, hogy még jó ideig nem, például a Facebook vagy a Messenger, de például ezeket ezeket a Petals search le tudod tölteni, mm -hmm. és natívan futnak, tehát ugyanolyan sebességgel, minden, a, minden funkció működik rajtuk, ha viszont a GSpace-en keresztül töltöd le, akkor, akkor abszolút natívan fog működni, és ő az összes ilyen alkalmazás úgy látja a te Huawei telefonodat, mint hogyha az egy hivatalos Google támogatott eszköz lenne. Uh -huh. Ez benne a nagy trükk, és, és azt, azt, tudom mondani, hogy tökéletesen működik, bár ugyanez nekem egy teszttelefon, tehát tesztelésre használom benne ezt a funkciót, főleg a G-Space-t, meg a, meg ezt az Zebgeder is petálszörcsös dolgot, uh -huh. de akármelyik alkalmazással próbálkoztam, mindegyik ment benne. Ami még érdekes az, hogy az a g ugyan reklámokat is megjelenít, addig, amíg elindítja az adott alkalmazást, utána teljesen a háttérben uh -huh. Ezeknek az alkalmazásoknak az ikonjait, ezt ki tudod hozni teljesen a, 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 a képernyődre, uh -huh. ugyanúgy indult, tehát semmit nem veszel észre belőle. És és azt az információt kaptam, hogy egyébként a, a Google nem ágál ez ellen, tehát ő nem, nem küzd uh -huh. az ellen, hogy ez így működjön, vagy és hogy nem működjön. Ez sok volt a nem. Na mindegy. <laughs> a lényeg az, hogy ha nem is támogatja, uh -huh. de. de Szemet de, szóny felett, de. Van, fele. Okay. Örül neki, hogy egy olyan platform is megjelenik az ő, ő, ő rendszerében, ami, amihez eddig nem fért hozzá. Aha. E, viszont, viszont az új uh, Huawei uh, vásárlóknak uh, teljesen reklámmentesen is használható. Ez az a G-Space. Igen, igen. És ez, egy, ez például egy tök dolog, tehát abszolút reklámmentesen, uh -huh. és, és, azt az alkalmazást tudja rá letölteni, amit csak szeretne. Ez ugye azért, azért fontos, mert ugyan van 200 millió uh, mobilgyártó a piacon, mégis, uh, mégis úgy gondolom azért a Huawei már megmutatta pár évvel ezelőtt, hogy lehet csinálni normális áron nagyon jó telefonokat, uh -huh. főleg ugye a kamerában tudtak egészen jót mutatni. Nálad voltak is, volt most a, P50-es, ugye? A P50 Pro. Igen, igen. És nem, jól emlékszem, akkor nem teljesített olyan rosszul kamera oldalról. Hát igazából az összes telefon jó volt, ami különbség volt az a zoomban, illetve a zoom mértékéből arról használhatóság volt, de mindegyikkel teljesen jó képeket lehetett készíteni, illetve a Huawei-nél hagyományosan előny az éjszakai fotózás, úgyhogy az abban olyan szinten vannak, uh -huh. amit egyelőre még mindig senki nem tudott pontosan úgy meghozni. Úgyhogy úgy, uh, szoftveresen is lassan uh -huh. ott vannak, amellett, hogy azért az App rengeteg magyar alkalmazás is megtalálható. Nyilván ez azért mondhatni, hogy némi kényelmetlenség, uh -huh. de de amiután egy, egyetlen egyszer feltöpítetted a G-Space-t, utána már, utána már ilyen problémád nincsen. Úgyhogy uh, egy nagyon érdekes kezdeményezés, Min, mindenképpen uh, heti szinten uh, ellenőrzöm majd, hogy merre tartanak, mit csinálnak. Működik-e még? Igen, igen. Hát, nem, ez egyébként már, tehát maga a G-Space nem egy új, új fejlesztés. Úgy értem, hogy nem, nem a múlt héten jelent meg, tehát nem egy ilyen nagyon új dolog. Az új dolog, hogy az új új felhasználóknak ez reklámmentesen elérhető lesz. Hmm. A, a, amúgy már hát legalább fél éve, de lehet, hogy már van egy éve is, ez a G-Space elérhető, fejlődik, fejlesztik. És, és amikor már megy, igen, amikor már fut, te az adott, tehát amikor elindítod azt a programot, ami uh -huh. amúgy nem feltétlenül menne AppGalleryből natívan, uh -huh. nem veszed észre a sebességkülönbséget, ninc mert nincsen. Tehát ugyanolyan sebességgel okay. fut az adott alkalmazás, ugyanúgy megtalál a térképen a Google Maps, ugyanúgy megy a Vaze. És ami fontos, hogy ugyanúgy be vagy lépve és ugyanúgy be tudsz lépni. Tehát, hogy ez nem egy ilyen Pontosan, statikus, nem, 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 hanem nem. ugyanúgy a loginod ott van, Igen, és Igen. ezáltal ugye az előzmények, Igen. meg az összes többi, Pontosan, az mind, mind ott mind megjelenik. Ott van. Mert ez, ez még egy fontos dolog. Tehát dolga. ez a GMS része a Google Aha, abszolút, e, Mobile Services-nek. Hogy... amit mutatál abból, az derül, hogy ez teljesen felhasználó barátmód, mert a Huawei ez elétől fogva mondta, hogy van ez az Gallery, meg a Petal és akkor ezzel meglettelen az alkalmazásokat de azért az mindig határeset volt, mert ez egy átlagos felhasználó szerint Igen, azért nem fog elkezdeni szórakozni vele, meg ja. azért csak hiába találja meg a frissét, és csak rá kell egy gombra, azért, Igen. Azért az nem Itt meg ikonok vannak, rányomsz, indul, Igen, ugyanúgy stb. mindent kezel, úgyhogy ja. úgy, abszolút, abszolút egy barátságos dolog. és én azt hiszem, hogy ezzel még itt egy... marad Maradt még egy fejhallgató az asztalunkon, ami, amiről nem beszéltünk, és ez nem más, mint egy, egy Sony legújabb fejhallgatója, ez a VH1000XM5, ami a legújabb, legújabb Bluetooth-os, teljesen vezeték nélküli aktív zajszűréses fejhallgatója, és ami igazán érdekes benne, hogy a VH1000XM, ami a legelső ilyen fejhallgatója volt a sony az annyira jól sikerült, hogy letarolta a piacot. Tehát rögtön előrébe uh -huh. lépett a Bóznak, a zenhelyzernek, mindenkinek, és, és azóta hiába jött ki négy generáció, mindig tudtak egy kicsit többet hozzáadni, és mindig uh -huh. egy kicsit jobb lett. Ami érdekes volt, hogy a dizájnon nem nagyon változtattak, uh -huh. illetve a 2021-es évet kihagyták, akkor uh -huh. nem jelent meg új modell. Ez most az idei legújabb modell, tavasszal jelent meg, most májusban, és, és változtattak a külső dizájnon. Egy, egy sokkal ö, lekerekítettebb, az éveket el, elmosták, de egy nagyon-nagyon kis modern, letisztult darab lett. Más lett a pántja is, illetve a, a két driver, ami tehát a driver, ami benne van a fül a kagylókban, az ezúttal 30 mm es ami kicsit kicsinek tűnhet, mert szeretne ezzel is a gyártók, hogy ja, 50 mm-es, ja, ja. meg 53 mm, hmm. azt hiszem az, az amit legnagyobbat hallottam eddig, ilyen nagyjából ekkora fejhallgatóknál. A helyzet az, hogy csodálatos hangja van. Tehát a Sony azt tudja, hogy kell fejhallgatót csinálni, és nagyon-nagyon jól sikerült nekik. A zajszűrés, az pedig ott főleg a, a telefonbeszélgetésnél volt, a Bose 700-ashoz képest volt elmaradása minőségben, meg zajszűrésben. Nos, ezt a mérnökök a sony úgy oldották meg, hogy még négy mikrofont belepakoltak, úgyhogy most már 8 mikrofon van ebben a fejhallgatóban, és egy hatalmasat lépett előre az ajszűrésnek a minősége is. Úgyhogy ez, ez egy csodálatosan jó feljelgató, ami két probléma van, ami legalábbis nekem úgy tűnt, hogy én ennek nem örülök annyira, mert hogy nekem nem tűnt annyira nagy előrelépésnek. Az egyik, hogy a pántnak a fém vezetését azt lecserélték műanyagra, uh -huh. ami van egy csomó újra hasznosított anyag benne, védjük a környezetet, stb. nagyon örülök kérdés, hogy mondjuk egy vagy másfél év múlva ez a műanyag ugyanolyan jó mm -hmm. lesz-e, emellett ugye el tudod hajlítani a, a fülkagylókat, hogy kisebb helyen elférjen, de behajtani sajnos nem tudod, tehát olyan mm -hmm. nagyon pici helyre nem lehet összehajtani. Illetve ami még, ami még nem nagyon tetszett, az az, hogy az elődnél 40 ezer forinttal drágább, és a konkurenseknél is legalább 40, de inkább 50 ezer forinttal drágább és bár eddig csak jót mondtam erről, és még nem beszéltem az extra funkciókról, ami legalább ennyire jó. Mm -hmm. Egy csomót azt mobilabból tudsz indítani, de nagyon sokat elérsz itt akár az alján lévő gombokkal is. Az egy csodálatosan jó. Ugyanakkor az, a 40-50 ezer forint, az 40-50 ezer forint, ami nagyon sok, és ez nem csak azért, mert az EUR árfolyam elszállt, hanem egyszerűen az alap hivatalos ára is megemelkedett, mm -hmm. és és azt nem látom egy időre, hogy ennek az ára fog-e mérséklődni annyira, hogy árban is versenyképes uh -huh. lesz a konkurensekkel. Illetve az XM4, az elődje annyival nem rosszabb, mint amennyivel olcsóbb. Úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyon érdekes kis hardware, mindenkinek ajánlom, hogyha esetleg olyan szaküzletbe jár, hogy ki tudja próbálni, uh -huh. akkor tegyen vele egy próbát, mert e, tényleg ki tudod zárni vele a világot, ha akarod, de persze van olyan beállítás, ahol bizonyos hangokat képes át is engedni, e, és ez egy jól se darab. Úgyhogy ezen meg is köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm nektek, hogy megnéztetek, és végigkövettétek az izgalmas kis beszámolónkat Apple rendezvényről, Computexről, Windowsról is beszéltünk, videokártyákról, notebookokról, egy csomó mindenről, és ha tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozatok fel, kövessetek minket, és hamarosan jelentkezünk a legújabb epizóddal.